igazából nem gondoltuk volna, és ezt el is mondtam így a koncert alkalmával, hogy amikor ezt elsőnek elkezdtük csinálni, fejt az ötlet, hogy akkor a Szuperem is unplugged, és akkor persze jogosan mondta azt a Tibi, hogy de hát gyerekek, hogy hát ezek a számok, ezek igazából nem arra, meg hát igazából eddig mi ami a csövön kifért rock and roll, erősítőt föl, és kocsma, asztalok, és akkor gyerünk, nyomás. Mi nem olyan punk zenekar, soha nem is voltunk az, lehet, hogy megvan egy ilyen punk attitűd a személyiségünkben, hogyha felmegyünk a színpadra, akár a megnyilvánulás, akár mondjuk az öltözködés, vagy most mondtam én, hogy hülyeséget, vagy ahogy szólnak a gitárok, de igazából ezek ilyen pop dalok tulajdonképpen. Tele vannak harmóniával, némelyik tele van érzelemmel, szövegek, stb. Persze vannak ilyen tufa, háromakkordos ügyek, és hát a Józsa Sándor, az Alex mondta azt nekünk, aki nagyon kedves barátunk, hogy gyerekek, vonósok, oké, de hát az hogy? És akkor az ő jóvoltából jött össze az RTQ roppant tehetséges kvártett a Bújtor Balázs vezéletével, és hát a Sanyi, mivel nagyon jól ismer minket és ismer a zenénket, dolgoztunk együtt három lemezen, és ő mondta, hogy ő ezeket a számokat megcsinálja, vonósokat, de nem úgy, hogy csak ilyen szőnyeg vonósokat tett alá, hanem ők frankon témákat is írt, és ez lekottázva, igen, tehát megkomponálva, és nagyon feszített próbákkal készültünk föl, és ahogy az első próba így megszólalt, akkor így elgondolkodtunk, hogy gyerekek, úristen, mikor zenéltünk mi utoljára, mert tényleg kijön az, hogy mit, hogy teljesen máshogy kell hozzányúlni a dalokhoz. Igen, igazad volt, nekem ez egy vonós sok lett, ugyanis az elmúlt 9 évet abban töltöttük, hogy zúztunk keresztül kassó az országba, amit egyébként nagyon élvezünk, de már éreztük magunkon, hogy hiányzik az, hogy egy kicsit úgy visszavegyünk, és hogy máshogy zenéljünk, és eddig mindenki megtalálta ezt a szupernemen kívül. A Szabi sem ment máshova, a Tibi sem ment, én is így nézegettem így más zenei stílusokat, és most végre sikerült a szupernemen belül megvalósítani azt, hogy teljesen máshogy hozzáállni a dolgokhoz, de mégis a saját cuccunkat játszottuk el, és ez egy jó érzés. Most így az egyik számot visszahallgatva, most én meg is nyugodtam, mert az igazság, hogy annyira nem találtam még a helyemet ebben az egészben, mert én vagyok a leghangosabb. Tehát Imik egyszerűen válból üti kész. Engem nem érdek a csukló, én válból és combol dobolok. Imike egy Isten adta rockdobost, tartsa is meg az úrral jó szokásodat. Szépen. Olyan gyönyörű vonósokat sikerült tényleg alánk varázsolni, hogy könnyes szemmel seprüzgöttem ott. Turista, igen, te vagy, vagy te leszel, ki ezer apró részre szakad, ha véletlenül kávé ömlik, a jobb nem is beszélni róla. Az volt itt a nagyon oktató jellegű dolog ebben az egészben, hogy itt aztán mindenféle apró hiba, hogyha van, már pedig szoktak lenni ezek szerint, így kijön, tehát itt hazudni nem nagyon lehetett. Igazából mindenki levetkőzte, teljesen natur magába álltott, mint zenész, és igazából azért ellenkeztem én az elején ezzel az Unplugged dologgal. Én nem nagyon szeretem a kedvenc előadóimat sem megnézni Unpluggedban, mert én azt szeretem, hogy ilyen lemezeket meghallgatom, és hogy zúzás. És nagyon kellett ez egy olyan ötlet, hogy vonós négyessel csináljuk meg, hogy ne csak kikapcsoljuk a torzított pedált, és akkor ugyanúgy eltoljuk a nótákat, mert akkor az valószínűleg, hogy az pofára esett volna. Így viszont egy jó megnyugvás, sokat dolgoztunk vele, és hát is csak meg tudtuk csinálni. Úgyhogy lehet, hogy még ebből így fogunk ilyen mókát csinálni, mert igazából miért ne? Tehát egyéb dolgunk sincs, és megadatott az, hogy tényleg a hosszú évek óta csak ezzel foglalkozunk, és ezt teszik ki minden napjainkat, hogy lemezt csinálunk, próbálunk, koncertezünk. Most ez egy teljesen új szegmens, és lehetséges, hogy még így fog minket látni a nagy érdemű. Marha nagy dömping van, rengeteg tehetséges zenekar van. Szerintem megér egy mosolyt ez, hogy most ne idézőjelben csak egy emerkettő
unplug legyen ebből, amit marhára köszönünk, nem tudom eléggé hangsúlyozni, hanem hogy tovább menjünk ezzel, és hát ugyanezt mondták a vonósok, és hogy marhára bejött nekik ez. És mondom, tényleg a melódia, és tényleg ez a gyerek, ezt járatni kéne. Jöjjön egy dadogos dal, ugye ez a nevessük ki magunkat, rögjük képen magunkat a tükörbe, ez nagyon szép kis ez, terápia. Bocsánat, ez zörög, és azt tényleg kell ezt egy kicsit... Cutor Zoltán. Ez a lemezen nem a kül kell kapkodni a dolgokat. Visszahívlak, mert éppen interjút adunk. Így van, negyedik lemez kapcsán erre így, erre így nagyon fogunk hajazni is, úgyhogy hogy ez is szülessen meg. Van valaki a szekrényben, mindig a Tibi azt szokta mondani, hogy teljesen érthető és teljesen normális, és általában mindig a tahítót van a szekrényben. Egy fehér sáv van a nyakában, meg egy ilyen oldalról benyúlós alsónadrág, és nem tehet semmiről! Japival csináljuk a lemezt, aki a Hevesző Szemenek a zongoristája, és számos nagyon menő produkcióban dolgozik, 30Y lemezt csinál, Heaven's Hit lemezeket csinál, meg hát rengetegen kérik meg, és ő beleteszi a mi három akkordos zenénkbe azt a fajta, nevezzük popnak, amire most nekünk szükségünk van, egy kicsit így akarunk váltani. Nem kell megijedni, mert a lendület megmarad. Majd kiver a frász! A mondani való megmarad, csak kap egy nagyon-nagyon érdekes göntös most ez a zene. Visszavetünk egy kicsit a tempóból, sokkal nyomatékosabb lett így a zene, sokkal dögösebb, már nem kapkodunk annyira. Ja, ez volt a kérdés, bocsánat, jogos. Kubányi bár... Ja, igen, tehát mivel... úgy íródnak a dalok, és nem is akarjuk már máshogy eljátszani. Például vannak a számok, amit már zongora, nem feltétlenül a zongora hangzik, tehát nevezzük szinti nélkül nem lehet eljátszani. Viszont ott olyan hangszínek lesznek kiválasztva, tehát ezek a nagyon varaskos cuccok, és hát erre a Kubányi Bálint egy nagyon-nagyon alkalmas ember, aki a szíves örömester is fogadta, és elkezdtünk vele dolgozni. Még nem léptünk föl vele, ez volt itt a legelső buli, ahol igazából nem a teljes énjét mutatta meg, mert itt tényleg a csodálatos sztembélye nyomatta. Tehát azért ő szűrögetni fog, és így megőr itt a csávónak, nagyon jó rálátása van. Mi együtt dolgozunk olyan a Szűréspullek nevű zenekarban, ahol Kubi ott egy igazi motor. Nagyon jó ötletek minden, és azt hiszem ránk is félre ez egy kicsit. Úgyhogy marha jól fog szólni arra, azt így garantáljuk. Nevetek is kiröhög a tükörképen, minden este hagyom azt, hogy belém nézzen, ösztönösen nyomom. Sziasztok, mi vagyunk a szupernevez, az MR2 Akusztik. Olala! Köszönöm szépen!